Évről évre nő a hazai internetes áruházak forgalma, tavaly már 530 milliárd forint cserélt ezeken keresztül gazdát, idén pedig 700 milliárd forint is lehet ez az összeg a becslések szerint. A szabálytalankodó internetes áruházak száma is folyamatosan nő. Az interneten már a legtöbb gondot okozó webáruháznak kereshető adatbázisa is van. Ebben már több mint 620 hazai webshop szerepel, és több Tolna megyei is. A problémás webshopok itt két évig találhatóak meg, de ha a cég időközben pótolta a hiányosságát, azt is feltüntetik az üzemeltetők. Webshopoknál általában tájékoztatási kötelezettségeket szegnek meg a webáruházakat működtető vállalkozások. Ahhoz, hogy egy webáruház megfeleljen a jogszabályi előírásnak, rengeteg-rengeteg előírásnak kell megfelelni. A vevőknek érdemes arra figyelniük, hogy olyan cégtől vásároljanak, amely itthon van beegyezve. Ekkor lehet ugyanis a vásárlói panaszokat maradéktalanul érvényesíteni. Emellett fontos, hogy a vállalkozás adatai és elérhetősége is megtalálható legyen a webshop impresszumában. Kötelező föltüntetni a szerződésre vonatkozó adatokat, kötelező föltüntetni a jótállás szavatosságra vonatkozó tájékoztatásokat, kötelező tájékoztatni a fogyasztót arra, hogy őt milyen elállási jog illeti meg, illetve egy elállási nyilatkozat mellékletet is kell, hogy csatoljon a szerződéshez, amiben pontosan le van írva, hogy a fogyasztó milyen körülmények között és mikor élhet elállási jogával. Tolna megyében egyébként van olyan cég, amelyik több webshopot is üzemeltet, és a panaszok 60%-a ezek miatt érkezik a hatósághoz. A fogyasztóvédelemnél most azon dolgoznak, hogy sikerüljön elérniük a cég megszüntetését.